Alsórákos Brassó megye legnagyobb magyar települése. A lélekszám 7000, ebből majdnem 2000 roma. A falubéliek szerint az elmúlt években romlott a közbiztonság, mindennapossá váltak a betörések, lopások, sőt egyre több az erőszakos büntett is. A falu református lelkésze, Barát István nemrég gyűlést szervezett a helység elöljáróinak, hiszen, mint mondja, ez az állapot tarthatatlan. Én lelkészként szinte az egész református családokat lelátogattam, mindenhol panasz van. Mindenhol történt már betörés, lopás, verések is sajnos, és úgy érzik, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Nekem lelkészként a békességet kell hirdetni, mert az egyháznak a feladata ez, hogy a megbékéltetés evangéliumát hirdessük az emberek felé. De ilyen áldatlan helyzetben a falu forr, és ezért is gondoltam arra, hogy lépni kell, hogy ne történjenek túlkapások, lincselések, aminek aztán amúgy is a magyar lakosság inná meg a levét. A lelkésszel járjuk körbe a falut. Egykor itt virágzott az ipar, a környéken három bazaltbánya is működött, ma már csak egyben folyik a termelés. A betelepített munkások többsége már a munkanélkülivé vált. Az iskolában mindennaposak az összetűzések a magyar és a cigány osztályok között. A pedagógusok külön engedik ki a gyerekeket, először a magyarok mehetnek haza, majd 10 perc múlva indulhatnak a roma gyerekek is. A faluban két utcában laknak romák. A magyar romák által lakott részt is rettegésben tartják a lingurárok, azaz a román ajkú kalányosok. Az emberek, mert fiatal, kemény emberek, én nem tudom, mert ezelőtt nem voltak ilyenek, de ezek a mostani fiatalok, tetszik tudni, ezek most már nagyon rossz. Hát most nem is ide valók a legtöbb közülük, mert mind szomszéd falukból inni, onnél jöttek ide. Nem, mind jövevény. Nem lehet, ezekben nem lehet egyáltalán annyit bízni, nem lehet. A zaklatásnak főként a falu szélén lakó idősebbek vannak kitéve. Ebbe az udvarba már szinte menetrendszerűen járnak be lopni, a rendőrök is tehetetlenek. Ilyen kicsikéknél jönnek rangával, feszítik ki a kapukot. Nincs panasz, nem csinálnak semmit. Azt feszik kiskorú, nem tudják büntetni. És akkor lejött a milicista az anyjával, és azt mondja, nem jövő, hogy mondom, nem szégyülöd magadot, mondom. Szóval ismerünk, nem szégyülöd, öregőködöm, mit akartok még mi velünk? Mit mondjátok meg, mit akartok? Üssetek adjon, hogy halljunk még. A falubéliek tehetetlenségükben már a legdurvább eszközöktől sem riadnának vissza. Ellenütni, megmondom, meglőni és agyonütni. Egyebet nem lehet. A falu ott jártunkkor egy őrzővédő céggel tárgyalt, amelyben kiszolgált katonák dolgoznak. A megoldás látszólag megnyugtatta a falut, a nyugalom azonban törékenynek bizonyult. Két nap múlva a tiszteletes értesített, hogy egy verekedés tömegmegmozduláshoz vezetett Alsórákoson. Én a békességet hirdettem, mindent megtettünk, mindenféle fórumon. Most már reméljük, hogy meghallják a mi hangunkat. Én erről beszéltem, hogy puskaporos hordó. Most szinte-szinte felrobbant. A verekedést követően a falu magyar lakossága kapát villát ragadott, és a felfegyverkezett emberek kivonultak a Borbát utcához, a cigányok településnyivé gyarapodott lakóhelyéhez. Nem törődik senki semmivel. Itt a bal. Hiába menjünk, hogy jelöntsük. Ma azt mondják, a nem nagy érték, de bizony nekünk még egy tőjes érték, mert azt meg kell venni, és vénök vagyunk. És egész éjjön az öreggel, patrolálunk, egyik öröbb, egyik a másba, másik. Van egy pár család, akit ki kéne a faluból lakoltatni, ennek más megoldás nincs. Tőlük is lehet venni interjút, megkérdezni a cigányoktól, gondolom ők is azon a véleményön vannak, hogy van egy pár család, csak jobban tudják mi, akit a faluból ki kéne tegyenek. Csináljuk mi akarunk rá. A céggel mi a helyzet az őrzővédő céggel? Nem, ez még egyelőre semmit, valami olyasmi van, de fejgyújtjuk őket, el lesz. A felháborodott tömeg készen áll rá, hogy behatoljon a cigány telepre. A magyarok és a romák közé ékelődik a csendőrség és a rendőrség helyszínre érkező mintegy 60 fős alakulata. Állásaikat egy ideig kőzáporban tartják, könygázt is bevetnek. Na, on est de foglalkolib?
Ha felgyújtják a viskókat a magyarok, akkor másnap mi meg felgyújtjuk a csűröket. Majd utána a faluban a házak is lángra lobbannak. Ez lesz, így fogunk eljárni, ha nem hagynak békén. Ha feljönnek, por sem marad belőlük. Villákkal, fejszékkel vagyunk felszerelkezve. Az autógumik most is ki vannak készítve, ha harcra kerül sor, meggyújtjuk. A helyzet csillapodik. A csendőrök a magyarokat békésen a falu felé kezdik szorítani, így a sebesültek kiszállítására is sor kerülhet. Az összetűzésnek a szemtanúk szerint 5 sérültje van. Jelenleg mind a rendőrség, mind a csendőrség nagy erőkkel van jelen a helyszínen. Sikerült megfékezni az indulatokat, szét tudtuk választani a feleket. Pillanatnyilag nyugalom van, urai vagyunk a helyzetnek, és mindaddig maradunk, amíg szükség van ránk. A rendfenntartó erőkre azonban folyamatosan szükség lenne a településen, hiszen a falubéliek szerint az okozza a feszültséget, hogy a rendőrség évek óta tehetetlen. A tétlenség a bűnözés elszaporodásához vezetett, így itt hosszú távú megoldásra van szükség.